rámész arra, hogy miért. Ilyenkor kiadja neked itt a maticát, és ezt rendben tudod. Lőce Tibor, a Tolnavár megyei szakképzési centrum Apáczai Csere János Technikum és kollégium igazgatója bemutatta intézményüket, és elmondta, mivel készültek az érdeklődők számára a dombóvári pályaválasztási roadshow-n. Az előző évben jött az ötlet a centrum vezetésétől, hogy a pályaválasztást, illetve a pályaorientációt, azt összefogjuk, és nem csak helyi iskolák az adott városban próbálkoznak ilyen beiskolási rendezvényen, hanem ezt kiterjesztjük, és mind a 8 iskolánk együtt összefogva elmegyünk a megye nagyobb városaiban. Így a diákok nem csak azt a kínálatot láthatják, ami a saját városukban van, hanem kitekintést nyerhetnek a másik városban levő oktatási intézményeinknek a kínálatába, és betekintést nyerhetnek az ottani képzéseinkben. Az igazgató kiemelte, hogy pályaorientációs támogató programokkal várták a diákokat és a szülőket is. Ami ebben egy kicsit újdonság, hogy ez nem egy ilyen előadás jellegű valami, hanem a standokon diákok vannak, a képzésekben tanuló diákok, és őtőlük kaphatják meg első kézben az információt. Azt gondolom, hogy ők a leghitelesebbek, akik a képzésekben tanulnak, és át tudják adni ezeket az érdeklődő 7.-8. osztályos diákoknak. Az általános iskolákat meghívtuk minden városban erre a rendezvényre, és hát nagyon velünk el is jöttek. Elég nagy létszámmal vannak jelen, és érdeklődőek a diákok. Mindent a standokon meg lehet nézni, adott esetben ki lehet próbálni, vagy meg is lehet kóstolni. Az iskolába jelentkező diákok lehetőséget kapnak arra, hogy megismerkedjenek a különböző szakmák kínálta lehetőségekkel. Érdemes részt venni ezeken az eseményeken, mivel rengeteg hasznos információval szolgálnak a tanulóknak. Szerintem nagyon jók ezek a feladatok is, meg hogy az ember, vagy mire tud ugye felkészülni, és akkor így megtanítják. A leendő apáca is sok számára elérhető az óvodai képzés is. Szeretek a gyerekekkel dolgozni, még nem biztos, hogy gyerekes lesz, de még szeretnék sportot is. És én is a gyerekekkel szeretek foglalkozni. Mert nagyon szeretem a gyerekeket, és óvónő szeretnék lenni. A korábbi nyílt napok és családi rendezvények során a résztvevők életszerű képet kapnak az iskolák és a képzések világáról.